must start. Jó estét kívánok! A stúdióban már nagyszerű a hangulat, biztos, hogy jobb nekünk itt négyünké, mint sok egyébként kiváló megfizetett és méltón irigyelt szakembernek a sportvilágában szerte a világban, és erről is fogunk ma beszélgetni itt a stúdióban. Azon gondolkoztam, hogy mindenkinek megvolt gyerekkorában az az időszak, amikor megkérdezték, hogy mi leszel, ha nagy leszel, és akkor nyilván erre mindenkinek megvolt a, nem tudom, mozdonyvezető, űrhajós, kukásautó vezető időszaka. Hát aztán lettünk, amíg lettünk, most már nem nagyon fogunk ezen változtatni, legalábbis a stúdióban ülők fele körülbelül biztos nem, a másik két fiatalember még irigylésre méltó korban van. De most már inkább abban a korban vagyunk, mikor azt kérdezhetjük magunktól vagy egymástól, hogy mik nem lennénk szívesen. És most ez egy olyan hétvége volt, amikor e köré az egész beszélgetést felfűzhetjük, úgyhogy köszöntöm a stúdióban Kaiser Tomit, Parta Szilárdot és Horog Lászlót. Szeretném gyorsan leszögezni, hogy mindig is Horog László szerettem volna lenni. Mindig, de jó túlzás. Jó döntés. 10 éve azt se tudtad ki a Laci. Én bezzeg már gimnáziumban is. Ezért itt ilyen sokra, fiú. Együtt koptattuk a Teleki Blanka gimnázium patinás patsorait. Na, szóval, hogy lehet válogatni, és majd akkor sorba is megyünk, hogy most az ember éppen, nem tudom én, Alba-Fehérvár szurkoló és edző nem szeret lenni, vagy a Vidi vezető edzője nem szeret lenni, vagy a Manchester United, de adott esetben pedig azért az egy világ szinten irigyelt, presztízsű dolog. De most nagyon nagy agyas lennék, ha azt mondanám, hogy akkor ezek közül leginkább akkor Szulsján szeretnék lenni. Mert nem rossz lóvé, és egyre úgy tűnik, hogy bármit csinált, nem fogják kirúgni. Hát a nagy szerződés kötők, ugye azok, akik úgy kötnek szerződést, hogy bármekkorát buknak. Azt hiszem a Chelsea-vel ugye Bajnokok Ligája győztes olasz vezetőedző. Conte. Nem a, no, Di Matteo, aki megérte valahogy véletlenül a BL-t a Chelsea-vel, és utána úgy rúgták ki, hogy még utána 2,5-3 évig nem kellett dolgozni, amivel kapta a fizetést, ami a szerződése szerint neki jár. De szerintem Mourinho-nak is volt egy időszaka. Mourinho-nak csak ilyen időszaka van. De José Mourinho nyilván még annál is okosabb, mert ő kikötő, hogy azért elmehet máshova dolgozni, és mellesleg még kapja a sok 10 milliós fizetését az előző klubjától is. De ezzel együtt azért persze nyilván meg lehet ezt anyagi oldalról is közelíteni, de akkor mondjuk kezdjük azzal, amit nálunk Fehérváron a jelenleg úgy tűnik, hogy elég húsba vágó, hogy amikor mondjuk a MOL Fehérvár kinevez egy vezetőedzőt, azt nyilván sokan irigylik olyan szempontból, hogy hát nyilván ez magyar szinten egy nagy presztízsű és mindenféle előnnyel járó dolog. De hát most jelen pillanatban az a helyzet, hogy Szabics Imre egy igen kínos vereség után azért Újpesten 80 percet ember előnyben játszva kapott ki. De milyen úgy? Szóval egy ilyen igen kínos vereség után, és azok után, hogy a csapat tényleg ott a 7. helyen áll a bajnokságban, biztos felmerül, hogy jó-e most vezetőedzőnek lenni, és különösen felmerül akkor, amikor azt nyilatkozza Szabics Imre, hogy lehet, hogy ez a realitás. Nem tudom, ez egy olyan nyilatkozat szerintem, ami vagy elismerésre késztet valakit, vagy a bicskát kinyitja a zsebben vérmérséklettől függően. Vagy Sallóinak üzent, hogy akkor tessék igazolni télen. Hát kérdés, hogy Sallói mit üzen majd vissza erre, hogy kinek fog igazolni. Ti hogy látjátok ezt a kérdést? Tehát, hogy igaza van-e Szabicsnak, amikor azt mondja a 7. helyen állva a MOL Fehérvár vezetőedzőjeként, hogy tulajdonképpen vegyük akár tudomásul, hogy lehet, hogy ez a realitás, hogy nem nyerünk 80 percen át emberelőnyben. A játékos keretet nézve, vagy Szabics képességeit nézve? A játékos keretet minősítette ő azzal, hogy talán ebben a keretben ennyi van. Ez egy gyenge keret egyébként szerintem. Tehát ez a mostani meg a tavalyi Vidi szerintem az utóbbi, tehát én 10 év vagyok ki, szerintem ez az elmúlt 10 év leggyengébb kerete, vagy keretei közé való. Az, hogy az lenne a realitás, hogy a 7. helyen áll az NB1-ben most éppen, de hát ezt tudjuk, hogy 3 pont ide, 3 pont oda, és 3 helyet ugrasz fölre. Szerintem az se realitás, hogy a Kisvárda vezesse a bajnokságot, meg játékos keretét tekintve az se realitás, hogy a Ferencváros egyetlen egy pontot is elhullajtson ebben a szezonban. A sport nem mindig a realitásokról szól, és lehet ezt így nézni, mondom, szerintem ez egy gyenge keret, de még ezzel... De felmented Szabicsot ezzel? Isten ments, mert egy jó szakember egy gyenge keretből is ki tud hozni pluszt. És tehát én nem gondolnám, hogy a keretben az a realitás, hogy így szerepeljen.
azt se gondolná, tehát ennek a keretnek jelen pillanatban nincs köze a bajnoki címhez, a Ferencvároshoz egyáltalán semmilyen köze nincsen, de mondjuk a második, harmadik, negyedik helyen stabilan ott kéne lennie, és egy ilyen gyenge Újpestet, ráadásul ember előnyben 3-4-jel kéne verni. Én azt gondolom, hogy Szabicssal sincs minden rendben, vagy ne csak Szabicson verjük el a port, hanem az egész szakmai stábon, mert azért ott Juhász Roli, Torgeles Anyi, zéro edzői múlt, tehát itt a három csúcsembernek összesen nincs egy hónap vezetőedzői múltja, azt számít, amikor azt megelőzően ide kerültek. Tehát, hogy én nem tudom, hogy ezt kitalálta ki. Szabics persze jó döntésnek tűnt akkor, de erről már beszélgettünk, hogy korábban, hogy ugye van egy ilyen lista az embernek a fejében, hogy Dárdai Pali a magyar labdarúgásban az edzői szintére ma az atya, úristen, őt követi ugye a Löw Zsolt, és mivel Foda mellett az osztrák válogatottal azért szépen teljesített Szabics, ezért valahogy picit, hogyha Szabicsot raktuk volna a harmadik helyre, de ugye erről is beszéltünk már a Bódó kapcsán is akár, hogy nem mindegy, hogy valaki más az edző valahol, vagy vezetőedző. Mondom, én nagyon, nagyon tisztelem Juhász Rolandot is, meg én nagyon szerettem Torgelle Sándor játékát is, de nem biztos, hogy ők így hárman megfelelően tudják ezt vinni. De még egyszer mondom, ez a keret az elmúlt 10 év leggyengébb kerete. Hát ez egy nagyon érdekes felvetés, Szilárd gondolom fog rá reagálni. Sok mindent érintettél, és majd térjünk is vissza persze Szabicsra, meg a vezetői koncepcióra, amely ezt a stábot tette a Vidi élére. Én egyébként vitatkozom, és azt gondolom, hogy Szilárd sem ért feltétlenül egyet abban, hogy ez a leggyengébb keret. Én szerintem ebben a keretben most is voltak olyan igazolások, ukrán válogatott, vagy a Heister, aki a Fradinak egy erőssége volt, ha már a Ferencváros tekintjük az utolérhetetlen csúcsnak. Tehát azért ez a keret nem gyengült feltétlenül az előzőekhez képest, de hogy ami van benne, az egyáltalán nem jelenik meg, az biztos. Tehát én nem értek egyet Szabicsa, hogy itt eznek kéne lenni a realitásnak. Akkor csak annyi, egy jó sort ki lehet állítani, de mélységét tekintve biztos, hogy ez a leggyengébb keret. Szerintem is az a baj, hogy nem jön ki a játékosokból az, ami bennük van. Én azt hiszem, hogy a Márton éra után jobb játékosok vannak most a csapatban, de hogy ez a realitás, vagy nem ez a realitás. Most nézzük meg azt, mondjuk azt, hogy tényleg gyengébb a keret. Aztán lapozzunk vissza az előző 3 mérkőzésre, vagy 4-re, amikor folyamatosan emberelőnyben játszhatott ugye a Vidi, és nem sikerült az ember előnnyel élni. Na most, tehát itt nincs mentség. Tehát az, hogy gyengébb a keret, jó, akkor most, atya úristen, a szerencse, akármi kiveszünk egy játékost az ellenfél csapatából, és kevesebb ember ellen kell nyerni, azt senki nem mondja el nekem, hogy ez meccseken keresztül nem megy, mert nem erre gyakorolunk az edzése, hogy majd 10 ember ellen lépünk pályára. Ez butasság, ilyen nincs. Tehát ezeket a meccseket hozni kell, és amikor Szabics azt mondta, hogy én nem értem, hogy mi történt a múlt heti játékunk után, amikor ugye nyertünk, azt a Honvéd ellen nyertek, most mi van? De hát előtte se volt semmi. Tehát az a baj, hogy folyamatosan rossz írja, és véletlenül a Honvéd ellen, aki nem királykodik mostanában, úgy, mint régen, sőt, ők is középcsapat mostanság, hát azért nem egy... Hát a Honvéd ellen is azért arrozott az a mérkőzés, hogy tényleg gyakorlatilag eszetlenül rohangált leföl a két csapat, a végén már a középpálya játék nélkül alakítottak ki zicsereket. Nem gondolom, hogy az feltétlenül egy olyan pozitív dolog volt. A meccset sikerült megnyerni, ez tény. Egyébként ugye a Honvéd most ugyanúgy ember, majdnem másfél időnyi ember előnyről kapott ki a hétvégén otthon a Mezőkövestől. Na jó, Dárdai, a Mezőköves. Pinyőtette le az alapokat. Még mielőtt erre a nyilatkozatra bővebben rátérünk, amíg engem tényleg nagyon érdekel ezzel kapcsolatban véleményeteket. Laci, te hogy látod a Vidi jelenlegi erejét? Én nem gondolom, hogy az elmúlt 10 év leggyengébb állománya. Azon hajlamos vagyok elgondolkodni, tehát Fradi kiemelkedik, hogy a felcsút nem biztos, hogy gyengébb, de az egész biztos, hogy ez a keret az első háromban van. Gondolkodtam ezen, hogy Huri elengedése hibapontos volt, mert nincs szervező a középpályán, tehát vannak ütővágó emberek, de olyan, aki valóban fazon tud adni a csapatnak, aztán az nem derült ki ponton, hogy valóban menni akart, vagy a munkamorájával volt a gond. Itt az első szurkolóján Kétona nyár elején, vagy a nyár közepén ott Szabics Imre azt mondta, hogy ő szerette volna, hogyha visszatér, pár nap gondolkodási után Huri úgy döntött, hogy inkább elmegy Krajovába. És én úgy gondolom, hogy a padról több segítség kéne. Itt jön az, hogy 3 fiatal ember, és pont azon meditált, amikor jöttem a stúdióba, hogy egy 15 évvel ezelőtti Hartyáni Gábor, aki évtizedeket dolgozott másodedzőként, nem kurta soha a vezetőedzőt,
egy olyan embert lehetett találni Fehérváron, akit oda lehet ültetni ezek mellett a fiúk mellé, és aki azt mondja, hogy bizonyos élethelyzetben a 65. percben van 30 év tapasztalata, hogy lehet, hogy én ezt meglépném, mert azt a plusz nem érzem a padról, és lehet, hogy ők majd jó edzők lesznek, lehet, hogy nagyon jól látják a focit, de azt a támogatást nem, és egy Újpest ellen nem lehet kikapni. Tehát ilyen teljesítménnyel, ilyen meccset nem lehet lejátszani, ez menthetetlen. Az más kérdés, hogy nem ismerem a klub belső viszonyait, hogy ők hogy élik meg, mit akarnak dönteni, mi a következő lépés. Kicsit Szabics védelmében, de arra egy edző nem készülhet fel, hogy egy Muszliú, egy Rus ilyen hibákat vét, egy stopira nem játszik úgy, amit megszoktunk 4-5 éve tőle. Tehát a védelemben vannak nagyon-nagyon komoly problémák. Ez nem edző kérdés, az más kérdés, hogy nyilván ezeket a fiúkat fel kellett volna készíteni arra, hogy A terv, B terv, hogy mi történik akkor, hogy 80 emberrel, 80 percen keresztül emberelőnyben ezzel az Újpest ellen, ez tényleg foghatatlan ez az eredmény. Hát elhangzott olyasmi is, hogy ez teher, hogy emberelőnyben játszani teher, ami azért gondoljuk végig, hogy ha nem is feltétlenül dönt el manapság a mai futballban egy emberelőny egy mérkőzés, de talán mégse azt nevezzük már tehernek, hogy tényleg létszám fölényben vagyunk. Mit üzen a csapatnak egy ilyen nyilatkozat? A hét közben ugye a Róma nagy meglepetés egy óriási verést kapott Norvégiában az Európai Konferencia Ligában, ami önmagában lehet, hogy nem akkora katasztrófa, vélhetően nekik is a hátuk közepére hiányzik egy ilyen konferencia liga, de azért egy AS Róma elmegy egy Bodo Glimthez és kap egy hatost, és az AS Róma edzője José Mourinho, aki még mai napig azért a világ futballjának az egyik legnagyobb figyelemmel kísért, és tudjuk, hogy kellően egoista és individualista edzője, és akkor fa arccal azt tudta mondani, hogy hát kérem, ez volt a realitás, az én csapatom, amit pályára küldtem, gyengébb képességű volt, mint az ellenfélé. Azért Róma szurkolóként, vagy akár Mourinho szurkolóként ez elég vérlázítónak tűnik nekem. Nem mondhatja ezt egy Róma edzője szerintem, hogy az én csapatom gyengébb, mint a norvég ellenfél, és szerintem egyébként Szabit sem mondhatja feltétlenül azt, hogy gyengébb a MOL Fehérvár egy 80 percben emberhátrányban játszó Újpestnél. Hogy megy ki másnap egy játékos edzeni, ha azt hallja az edzőjétől, hogy tulajdonképpen te ennyire vagy képes? Hát, nem tudom, az a baj, mindig nézem ezeket a sajtótájékoztatókat, meg nyilatkozatokat, és mindig az az érzésem, és nem csak itt a nagyvilágban is, hogy ezek annyira tele vannak klisékkel, tényleg nem így gondolom, de nem mondhatom ki, amit gondolok, mert akkor a klub érdekeit sértem, nem illik ezt mondani, szóval én nem hiszem, hogy ezekből a tényleg ezekből mondtad, hogy Sallóinak üzent ezzel tulajdonképpen, úgyis értelmezhető. Ebben a tekintetben igen, de most így általánosítva nem sok értelme van ezeknek a nyilatkozatoknak. Nyilván az a kérdés, hogy belül mi zajlik le. Előfordulhat, hogy Sallóinak üzent ezzel, de én sosem szerettem azt hallani, hogy amikor egy edző a játékosokra kenni az egészet, vagy azt mondja, hogy gyerekeket egy ilyen képességű csapat. Igenis, azért a futball megmutatta azt az elmúlt tényleg 40, 50, 80, 100 évben, hogy tényleg ráadásul az elmúlt mondjuk 30-ban, amióta a taktika elképesztő szinten van, hogy igenis, egy gyenge képességű csapatból is megfelelő taktikával egy bizonyos szintű eredményt ki lehet hozni, és azért a MOL Fehérvárra nem lehet azt mondani, hogy gyenge képességű csapat lenne. Én csak úgy azt mondtam, hogy az önmagához képest az elmúlt 10 év leggyengébb keretének tartom ezt. Méghozzá egy mondom, az is, mert mélységében sincs meg a poszthiányok miatt is, hogy miért kell ez? És ebben a tekintetben meg lehet, hogy tényleg Sallóinak üzenet, hogy akkor tessék télen igazolni. Nem biztos, hogy szerencsés ez. Nem tudom, hogy egyébként milyen viszonyban vannak szerintem most. Az én véleményem az, hogy azért nem szerencsés, mert ami itt elhangzott egyébként Szilárdtól is, hogy meg tőled is, hogy azért egy edző felelőssége is, hogy egy keret tudjon játszani valamit, akkor is, ha esetleg gyengébb képességű, akkor is, hogyha mit tudom én, ez vagy az történik egy mérkőzésen. És hát Szilárd mutatott egy BBKF fórumon megfogalmazódott üzenet, egy nyílt levél, ezért merek rá hivatkozni, ami ugye pont ezt kéri egy szurkoló részéről számon Szabicson, hogy nem látszik a játéka a csapatnak, és nem látszik, hogy az egyéni teljesítmények, amik adott esetben lehetnek jók a képességek, felfelé húznák a csapatot, inkább visszaszürkülnek magához a csapathoz. Tehát azért alapvetően az, ha egy csapatnak nincs játéka, az mégiscsak edzői felelősség, nem? Hát én azt mondom, hogy lehet, hogy itt az a baj, hogy ugye most edzőkről beszélünk,
vannak olyan edzők, akik játékosnak jók voltak, és majd lehet egy kicsit kötni ugye itt már Manchesterhez is. Szabics jó volt játékosként, még a Manchester Unitednak is lőtt gólt ugye a Sturm színeiben. És Stuttgart. Most a Stuttgart színeiben, így van, elnézést. És semmi baj, mehetsz mindig a győztes az emlékszolátásnak. Akkor nem nagyon szerettem. Gyerek voltam, még nem is nagyon szerettem. Még az, most miért rúgd el ez a magyar fiú nagyon tehetségesen volt a Unitednek, mindegy is. Szóval az volt az a lényeg, hogy van, ahol bejön ez a dolog, hogy játékosból edző, valahol nem. Ugye meg lehet nézni Zidánnál, nagyon is bejött. A Mourinho meg egy tolmás volt gyakorlatilag. Mourinho meg egy tolmás, az is bejött. De az, hogy Szabicsnál, tehát a Szabics Juhász Torgele duót, én inkább úgy, illetve triót, én inkább úgy látom, hogy ők még Kabát mindig... Kabát szerint lehet, hogy ez csak duó. ők még mindig inkább játékosok, mint edzők. Szerintem ők úgy mennek be az öltözőbe, hogy inkább játékosnak érzik magukat. És lehet, hogy meg tudnák csinálni az elképzeléseket, de hogy átadni nem tudják azt, amit a csapatnak végre kéne hajtani, az szerintem most kiütközik, és hogy ez most elméleti síkon van így. Elméletileg nem sikerül átadni, amit aztán a gyakorlatban nem sikerül átültetni, az ugye már egy más kérdés. Tehát látjuk, hogy gyakorlatban ugye nem jönnek az eredmények, és ez a legnagyobb probléma. Úgyhogy itt valamiféle más motivációra lenne szükség. Tehát azt mesélted korábban, amikor sajtófőnökként dolgoztál a Vidinél, hogy volt olyan mérkőzés, amikor a játékosok gyakorlatilag magukra zárták az öltözőt, és egy kvázi belső kupak tanácsot tartottak, tehát azt mutatta ez a jelenség, akkor ez még a Márton érában volt, gondolom, hogy a játékosok maguk is erősen felindultak voltak, foglalkoztatta őket, hogy miért nem megy, tehát azzal nem lehet vádolni, gondolom a jelenlegi állományt sem, hogy ne akarna nyerni, hogy ne akarna jól szerepelni. A nagy kérdés, hogy ilyenkor tényleg milyen fegyvere marad egy edzőnek? Hogy érzitek? Lesz-e váltás? Érzi esetleg Szabics azt, hogy veszélyben van, és motiválhatja-e az, amikor ilyet nyilatkozik? Én nem gondolom, hogy éreznék a veszélyt. Egyébként az a Kispest elleni meccs, itt se éreztem a nyilatkozatokból, az derül ki, hogy egy fantasztikus meccs volt. Most az nem volt egy fantasztikus meccs, az egy nyílcsisakos párharc volt, amiben a Vidi jobban jött ki a végjátékbe. Egyébként a hétvége világított rá, hogy én a dárdai Pált komoly felelősnek érzem a Vidi szereplésért, mert ő itt utat nyitott annak a korosztálynak, és elhittük, hogy itt mindenki ugyanolyan jó lesz, mint a Pali. Mert a hétvége, szombaton megnéztem újra a Vidi pénteki újpesti vendégjátékát, nem találtam benne sok örömet. Tényleg megnézted újra? Bizonyos szituációkat, pénteken nem láttam a meccset, szombaton megnéztem, és bizonyos szituációkat újra megnéztem. A védelmi hibákat nem hittem el, hogy ez a Vidi védelme lehet, és hogy tényleg ilyen problémák adódhatnak. És aztán szombaton megnéztem, belenéztem a Frankfurt elleni idegenbeli győzelmébe a Hertának, ahol ott jól játszottak. A Mönchengladbach ellen most nem játszottak jól, de Dárdai alkalmas valamire, hogy olyan meccseket is meg tud nyerni. A magyar válogatottal is nyert olyan meccset, ami nem feltétlenül volt benne a győzelem, de olyan kisugárzása van annak az embernek, és igazából kaptak a Bayern Münchentől és a Lipcsétől 5-6-ot, és nem remegett meg, és bízik magába, és nagyon jól tudja fanatizálni a játékosait, és egy végtelen rendszerbe futbolozik. Akkor kicsit joggal vertek ki a biztosítókat a berlini drukkereknél, hogy 5-6-okat, de ez a Bayern München azért mindenkinek ezt megrúgja, a Lipcse is, hogyha elkapja a fonalat, akkor képes ő is, tehát ők kiemelkednek a Bundesligába, állományba, szervezettségbe, klubidentitásba, de az biztos, hogy a Pali kapcsán gondoltuk azt, hogy ha ő megoldotta U15-ös ifi edzőként, szövetségkapitánként, 6 éve Bundesliga edzőként, valószínűleg mások is megoldják, ráadásul Imi az ő stábja volt, és a Palit biztos megkérdezték, mielőtt az Imrével aláírtak, és egész biztos, hogy jókat mondott, mint hogy nekem is azt mondta, hogy az Imi tehetséges, az Imi jó scoutol, nagyon jól látja a futballt, egy nagyon intelligens fiú, de lehet, hogy ez még egy kicsit nagy kabát ebbe a formába ez a videóton. Egy olyan klubnál, ami Magyarországon nagy klubnak számít, a nemzetközi porondon is ért el eredményeket, és itt tényleg siker kell. Tehát rendkívül a türelme a klubvezetésnek. És hát ez érdekes, hogy mekkora a türelme, mert ugye még Kovács Zoltán igazolta Szabics Imrét, szerződtette, aki aztán nem sokkal később már nem volt a Vidi sportigazgatója, és van helyette az a Sallu is, aki pedig hát nem arról ismer, legalábbis nyilatkozatai alapján, hogy egy ilyen nagyon kompromisszumkész, finom, puha, türelmesen bánó ember lenne. Én azt gondolom, hogy itt azért a téli időszakban a játékos keretben egészen biztosan, hiszen ez konkrétan mondta is, hogy 5-6 igazolás még kell, de könnyen lehet, hogy a szakmai stábbal szemben is vannak azért már előítéletek, vagy elkészült koncepciók. Itt megint bejön a dárdai szál, hiszen a Sallói és a Szabics volt a két taktikus a Dárdai Pálnak, együtt dolgoztak a válogatottnál, és egész biztos, hogy a két sportvezető
jó viszont tápol, sőt, nyilvánvalóan, illetőleg lehet, hogy jó néhány dologban a véleményük is egyezik, és Salói most szerintem azt tudott utat járja, azt is kezdte járni eleve, hogy igazolt. Akkor jött a Makarenko, érkezett Kodró, akinek az édesapja Barcelona futballozott, mint kijavítottál. Tehát aki nagyon jól is a szádve, a Makarenko szerintem egy nagyon jó futballista, érkeztek mások is. Valószínű a télen megint a keret megerősítése következik, csak ez a hetedik hely van nagyon távol mindentől, amit az ember elképzelt a nyáron. Na hát, ha már a várakozásokhoz, a hagyományokhoz képest méltatlan szereplésről és az edző felelősségéről beszélünk, akkor a kosarasokra is átköthetünk, aztán majd megyünk Manchesterbe, tényleg megígérem, hogy az adásban ezt nem hagyjuk ki, ha már, mint kiderül, két United fanatikus is ül az asztalnál. De hát itt van nekünk az Alba, amely gyakorlatilag most már zsinórban játszott olyan meccseket, ahol 20-25 percig úgy mutatja magát, mint egy élcsapat, és aztán a végén mindent romba döntve gyakorlatilag így az alsó régiójába kerül a táblázatnak. A Szolnok ellen is volt 20 pont előny most vasárnap, aztán lett belőle még 10 pont az utolsó negyedben is, és hogyha a Szolnok tényleg egy élcsapat is, és nemzetközi szintű csapat, és jó csapat is, és ki lehet tőle kapni, azért ez így zsinórban már sok egy kicsit. Arról nem beszélve, hogy lejárt egy két meccses ultimátum, amit ugye előzőleg adott a klubvezetés. Hát Laci, te is ott ült legközelebb a pályához közülünk, legközelebb a vezetőedzőhöz közülünk, hiszen a zsűri asztalnál ültél. Én azt látom, de ezt csak így feldobom, mint a labdát a feldobásnál, hogy azért ez a csapat, ez mérkőzésen nincs igazán jól vezetve. Itt is vannak hibák. Az egész biztos, hogy az edzőn azt látom, hogy ha nem úgy alakul valami, amit eltervezett, ott ő leblokkol. Aztán egy csapatot felkészíti, tehát látom az edzéseket, tehát úgy gondolom, hogy rendben van, és minden jól alakul, de valóban 25 pontról kikapni Pécset, 10 pontról Kecskemételen, most 21 pont is volt, tehát 38-17. Aztán az egy nagyon szorosan megnyert paksi meccs, amire már utaltam korábban, az is olyan volt, hogy az ellenfélnek volt a két dobása, 106-104-re nyertünk, de ott is volt egy Eilingszeld, és volt egy Kovács dobás, ami leperdült mind a kettő. Általában ilyen végjátékben, amikor kettőt dobhat egy csapat, egyiket el szokta találni, és akkor megint baj van, de azt a meccset megnyertük, csak a folytatásban nem úgy alakulnak. Nagyon jó kezd ez a csapat, úgy tűnik, hogy minden rendben van, és amikor az ellenfél vérszagot kap, akkor a padról nem érkezik olyan jellegű változás, vagy olyan döntés, ami átfordítaná a csapatot ezen a holtponton. Éreztem akkor már, amikor volt 7, és aztán 82-81, akkor már tudtam, hogy baj van, és aztán baj is lett. Keret szakértőnket kérdezem, hogy az Alba kerete is túl van becsülve, tudom, hogy kosárlabdában annyira nem vagy napra kész, de... Szerintem egyáltalán nem állítanám, azért volt itt jóval gyengébb keret, meg szerintem jóval gyengébb edző is, meg rosszabb helyzet, tehát ott volt ugye az a Carlos Frade féle csapata, amelyiknek azért voltak eredményei, mert nemzetközi kupában ugye akkor játszottunk, mi Europa Cupot, ugye? Európa kupában, így van. És ott török ellenfelet sikerült legyőzni? Mostában a 23-án voltunk Megyeri Zoli operatőrrel együtt. Szia Zoli! Zoli visszaintegetett. Hogy nem gondolnám, hogy ez a legrosszabb keretlen. Itt egészen biztos, hogy nem is feltétlenül csak képességekbeli probléma van. Mert ha egy csapat tud vezetni a Szolnok ellen, tényleg a haj utolsó negyedben is 10 ponttal, tehát nem az van, hogy... Mert az, hogy az elején mondjuk úgy jön ki, meg feldobott a bálapotba, vagy stb., és ott ellépsz az első negyedben, vagy az első féldobban, az benne van, de hogy Pécsen is, tehát hogy ebben a csapatban benne van igenis az, hogy ezeket a meccseket megnyerhette volna. És az a kérdés, hogy miért nem nyerte meg ezeket a mérkőzéseket, ez pedig kettő dolog. Tehát vagy elfárad a végére, fizikálisan, és ugye nyilván annak van egy mentális hatása is, és akkor ez az egyszerűbbik dolog, mert akkor kell csinálni 3 kondi edzést, nyilván leegyszerűsítve minden héten, és akkor megvagy. A másik a mentális probléma, hogy ezek a adott esetben ez a keret, hogy a keretnek a jó része nem bírja el ezt a dolgot. És akkor meg kell alkalmazni a szakembert, amit én úgy hallottam, hogy azért a másik klubnál, egy kéziseknél alkalmaznak most szakembert, és meg is lett az első győzelem. És egy dolgot meg szintén nem szabad elfelejteni, ez a fiatal szabály. Ugye Simon Balázs volt nálam vendég másfél hete, azt mondta, hogy ez nem számít. Én azt mondom, hogy valahol mégis számít, mert nekünk a fiatal szabály az nem oszt, nem szoroz.
Ugye megvannak azok a fiataljaink, akik akkor is a pályán lennének jó eséllyel, hogyha nem lenne a fiatal szabály az első fél időben, hiszen a másodikban is általában ott vannak. És mindig a második fél idő az, amit mi elbukunk, amikor már ugye nem él a fiatal szabály, és az ellenfeleink pedig akár öt légióssal is pályán lehetnek. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ezzel nem feltétlenül kell adott esetben foglalkozni. Ugye az tény, hogy csak nekünk négy légiósunk van, tehát egyet még hozhatunk, és lehet, hogy egyet kellene, vagy fog cserélni a szakmai stáb. Meg nyilván kérdés, hogy mi lesz ennek a két meccses ultimátumnak a vége, de az biztos, hogy tehát valahol itt kell elkezdeni szerintem kutakodni, hogy akkor itt most fizikálisan fárad el a csapat a végére, és ennek vannak mondom mentális következményei, hiszen amikor az ember fáradtabb, nem tudja azokat a döntéseket meghozni, nem tudja akkor meghozni azokat a döntéseket, ha meghozza a döntést, nem biztos, hogy a test végre tudja hajtani, vagy mentális probléma van. Mind a kettőn lehet dolgozni. Én azt gondolom, hogy ha a játékot, a keretet nézzük, akkor nincs olyan óriási baj, és lehet, hogy majd jön egy labdás győzelem, ami mindent átvillent, és onnantól kezdve meg jönnek majd az eredmények. Hát a mentális problémán azt is érthetjük persze, nem csak az, hogy nem jó versenyző típus, hanem hogy talán túl sok mindenen agyal. Elég sok mindent elárulnak testbeszédek, itt azért láttunk a lecserélésnél látványosan duzzogó játékost, láttunk a plexibe csapót, tehát minthogyha valamiféle kémia vagy összhang is hiányozna. És hát a nagy kérdés tényleg ilyenkor, mert azt feltételezve azért, hogy mindenki nyerni akar, és ezek a játékosok is azért jönnek ide, mert úgy érzik, hogy ebben a klubban ez a cél és ez a kimondott elvárás. De amikor ezt érzik, hogy nem megy az Istennek, se pedig vezetünk 20-szal itt is, ott is, amott is, akkor valami megrendül, és én ezért gondolom azt, hogy itt előbb-utóbb bele nyúl majd a vezetőség. Hozzá kell tenni, hogy az Alba az a klub, amit a szurkolók a vezetői részről is sokat kritizálnak. Tehát, hogy ki fog bele nyúlni, mit fog lépni, sikerül-e végre jót igazolni, ezeken a dolgokon is részben már átrágtuk magunkat az előző adásokban. De az igazolásokhoz még egy fontos dolog, ami szerintem nincs megfelelően kihangsúlyozva, mivel például Ocskai Gábor mindig nagyon jól elvette minden problémának az élét, hogy közölte, hogy a 12 csapatos ebben ez a költségvetés, ez nagyjából a 11. legnagyobb. Itt még nagyon sokan szerintem azt gondolják Fehérváron, hogy itt tényleg teljesen vajja a folyó Kánaán van, és kinyitod az Alba csarnokot, és mit tudom én, néhány millió forint azonnal beburul rajta. Nyilván nem látunk rá minden csapatnak a költségvetésére, de azt mondja, igenis durmásul kell venni, hogy körülbelül ez a hatodik, hetedik legnagyobb költségvetésű klub, ahogy én tippelem, ahogy mondják, a bajnokságban. Ezzel együtt nyilván oda lehetne érni a legjobb négy közé, most sem tartom kizártnak, hogy odaérjünk, bele kell húzni. Hát a költségvetésekről nyilván nem fogunk tudni véleményt mondani, mert én azt gondolom, hogy azért... Top 4-ben biztos nincs benne. Hát 4-ben igen, tehát azt gondolom, a Falko, a Debrecen és a Szolnok az biztos, hogy előttünk van, utána lehet ezen gondolkozni, hogy mondjuk egy Paksnak jelen pillanatban éppen mennyi áll rendelkezés, hozzáteszem, ők még nálunk is gyengébben szerepelnek, tehát ott sem feltétlenül. Hát a pénz nem minden. Így van, pénz dönti el a dolgokat. De egy klub hiteléhez és ahhoz, hogy valójában hol van a szakmán belül megítélése, nem csak az járul hozzá, hogy mennyit tud fizetni egy játékoshoz, hanem hogy tényleg milyen eséllyel tud itt valaki bajnoki címért küzdeni, egyéni renoméját is növelni. Én nem feltételezem, hogy ide csak azért jön egy Vojvoda Dávid, mert nagy fizetést kap. Azért ő még abban a korban van egy olyan presztízsű játékos és olyan tudású, hogy ő bajnok akar lenni, ő küzdeni akar a legmagasabb célokért. És nyilván ezt is rombolják az ilyen meccsek, ezért kérdés, hogy meddig tartható, hogy tényleg ne nyúljon bele keményen a vezetőség, hogy ennek az Albának igenis esélye legyen a legjobb négy közé jutásért harcolnia. Volt az a két meccses ultimátum, amiről nem derült ki pontosan, hogy ez mit akar, illetőleg milyen következményekkel járhat szakmai stáb, vezetőség vagy játékos állomány tekintetében. Visszatérve még erre a Vojvoda sztorira, biztos, hogy nem csak a pénzért jött, úgy gondolta, hogy nem akar visszamenni Szolnokra, újabb kihívás, nyilván meg is fizetik. Meg is emlékeztek róla a szolnoki szurkolók. És ez volt itt az érdekes helyzet, hogy zseniálisan kezdett, szokásos bedobom, amit lehet, majd utána elindult az a fajta kúrus, ami láthatóan kizökkentette, vissza is mutatott, illetőleg látszott, hogy utána dobál mindent, és ő valóban ez a pszichés teherviselés, ami nem tisztességes, de nem korrekt. Én úgy gondolom, hogy ez célba ért a szolnokiak részéről, hiszen Vojvoda utána megragadt 10 ponton, és utána mindenki perdült, nem talált be.
Ez is hozzátartozott a vereséghez, meg persze az, hogy valóban a Szolnok elkapta a fonalat, és hát extra három pontosokat dobtak. Tehát volt egy időszak, amit eltaláltak az kosárlet, mint ahogy mi is az elején, ez a 62%, amit gyakorlatilag kosárra dobtunk, az ült, és ez várható volt, hogy nem tart végletekig, de én biztosra vettem, hogy nem lehet probléma. De ugyanez volt a korábbi meccseken is, és végül is mégis lett. Lett. Szerintem az is érdekes kérdés lehet, hogy ez a két meccses ultimátum nyilván tudható a játékosok szempontjából is, hogy ez mentálisan hozzájuk mit tesz, vagy mit vesz el. Tehát az, hogyha egy játékos azt hallja, hogy az edzőnek két meccses ultimátum van, amiről ők tehetnek személyenként és csapatszinten, akkor ez mennyiben befolyásolja őket? Tehát ez jó tesz-e, vagy nem? Itt nem az edző kapta a két meccses ultimátumot, inkább a csapat, de az a kérdés, hogy ezt követik-e személycserék. Hát a Tomi mondta, hogy itt volt Simon Balázs, ez már az ultimátum után volt, és meg is kérdezte, hogy konkrétan mik az elvárások ezzel az ultimátumon, és a jótra maxonzott el, hogy egyrészt nyilván hozzáállásban, játék minőségben, és hát eredményben is legyen változás. Igen, de nyilván én azt mondom, hogy az eredmény, mert nem másodlagos az eredmény, de hogy itt elsősorban hozzáállásban vártak szerintem a csapattól többet, és játék minőségben, nem tudom, ti láttatok többet ezekből a meccsekből, hogy ez megvalósult-e, akár tegnap a Szolnok ellen. Tegnap egyébként nem volt baj szerintem ezzel, én azt gondolom, hogy különösen az első fél időben, és hogyha az meccs egészét nézzük is, a védekezés már sokkal komolyabban működött, mint előzőleg, tehát ezért az Alba ez úgy ment bele ebbe a meccsbe, hogy 97 pont volt a kapott átlaga. Tehát egy olyan NBA csapatot idézünk, aki marha sok pontot kapni tud már, még dobni nem annyira, de amikor 97 egy csapat kapott pont átlaga, még akkor is, ha Fehérváron soha nem az agyon védekezős kosárlabda volt a jellemző, az tényleg rossz. Most tegnap 88-at kaptunk a Szolnoktól, ami hát már... tetten érhető a változás. Igen, és egyébként tényleg nem poénkodom el, mert főleg az első fél időben 37 kapott ponttal, tehát tényleg nagyon jó féken tartottunk egy alapvetően jó potenciállal rendelkező ellenfelet, és el is hangzott, hogy jó edzések vannak, ezért is gondolom, hogy senki nem állt rosszul ehhez a meccshez, itt tényleg az, amit te is említettél, részben mentális, részben fizikai valamilyen gátok vannak, amik nem engedik, hogy ez a csapat 40 percig ugyanazon a szinten tudjon teljesíteni, miközben ellentétben mondjuk a Vidivel, amiről mondtad, a mélysége a keretnek is megvan, bár tegnap is tartalékos volt a csapat, ezt még elmondhatjuk esetleg, hogy tényleg plusz egy légióssal esetleg lehetett volna, de tudja forgatni a keretet az edző. Úgyhogy hát én is nagyon érdeklődve várom majd, hogy mik lesznek a következő lépések, mert lehet mondani, hogy még a szezon elején járunk, de az igazság, hogy azért nagyon komolyan leszakadóban van a csapat azoktól az együttesektől, és azért a 8-ba muszáj lenne bekerülni, mert ha itt úgy mész egy középszakaszra, hogy már igazából nincs tétje, meg majd csak ki ne essél, tehát ezt azért nem hiszem, hogy sokáig elviseli a közönség. Na de hát akkor, mit mondjanak a Manchester United szurkolói, és most tényleg itt a Fehérvár televízióban azért is beszélünk erről, mert egyrészt mindarról, amit eddig beszéltünk, egy kicsit ez is következik, vagy hozzátartozik, egy olyan hétvége volt, amikor elgondolkoztattunk rajta, hogy mennyit jelent egy edző például egy csapatnak? Tegnap olvastam olyan véleményt, erre kifejezetten az a Tomi kedvéért mondom, hogy egy jó edzővel a Manchester United tegnapi tartalékjai megverték volna a kezdőt. Tehát, hogy van egy olyan kereted, amiben tényleg világklasszisok játszanak, de mintha nem lenne, aki összefogja őket. És játszanak benne világklasszisok, én ezt mondom, mert azért van egy-két játékos szerintem, aki alapvetően túl van értékelve. Egyébként állítólag Szulsár is két meccses ultimátumot kapott, gondolom nem Simon Balástól. De most ezután még? Most kapott két meccses ultimátumot. Én már csütörtökön is úgy feküdtem lealudni, hogy azt gondoltam, hogy szerdán, hogy akkor vége, hogy akkor fél időben vezetett az Atalanta 2-0-ra. Bár jobban futballoztunk, meg jól játszottunk, meg nekünk voltak helyzetei, mégis az Atalanta rúgott semmiből két gólt, és azt meg tudtuk fordítani, de ott is az volt utána az érzésem, hogy azért ez nem azon múlt, hogy Szulsár mekkora edző, és mennyire tud jó meccselni. Én nagyon-nagyon szerettem Szulsárt, és nagyon sokáig azon a véleményem voltam, Zolival szembeszegül, szerintem Szulsár jó edző, ez egy gyenge keret, mit kihozott belőle, tényleg ugye a második hely, stb. Tehát, hogy igen, viszont ez most már egy sokkal jobb keret, látszik, hogy Sanchoval egyáltalán semmit sem tud kezdeni. Én azt gondolom, hogy Fred minden idők egyik legtúlértékeltebb játékosa, McTominay
egy nagyon jól induló fiatal volt, de megtorpant a fejlődése, és ezek kulcs poszton játszó játékosok, meg hát kulcs igazolás Jadon Sancho. A védelem gyakorlatilag középszintű, mert Maguire szerintem egy egészen, de elképesztő jó mentalitású csávó Harry Maguire, iszonyatosan tudja kompenzálni a képességbeli hiányosságait a hozzáállásával. Ez Lindelöfről egyáltalán nem mondható el, pedig annak idején még Mourinho hozta ugye 40-valahány millió euróért, ami akkor horrorisztikus összegnek számított. Hát, Maguire azóta pedig a Premier League legdrágább védője lett, amit azért akkor tényleg úgy értékeljük, hogy jó gyerek, mert egyébként béna, de lelkes, tehát de kifizették érte a legtöbb pénzt, amit valaha védőért. És baromi sokat fejlődött Manchesterben azóta, mióta annyi pénzért megvettük, mert azért az első szezonjában tényleg, ha felé gurult a labda, akkor fogtuk a fejünket, hogy atya isten, mikor passzolja az ellenfélhez kis túlzással. Hát itt azért ezen a kereten még alapvetően kell is dolgozni, de ebben a keretben megvan az, hogy legalább előrefele tudjon futballozni, mert olyan játékosok vannak, de ez a csapat előrefele sem tud futballozni, és védekezni sem nagyon tud. Most tényleg abban bele sem megyek, hogy én nagyon szeretem DH-t, de azért, na, mindegy. Tehát, ott áll melletted, ami ül melletted a másik United szurkoló, akkor teljes a egyetért, és mert én bevaló arra akarom ezt az egészt kivezetni, hogy mindig túlzásnak érezzük, mindig azt mondjuk, hogy persze az edzőt a legkönnyebb elzavarni, meg nem lehet a csapatot lecserélni, de én nekem nagyon erős meggyőződésem, hogy egy valamire való edző, nem azt mondom, hogy vezetné a Premier League-et a Manchester United-dal, mert szerintem is vannak jobb csapatok, de hát ez egészen botrányos, amit ez a csapat játszik, illetve nem játszik, ahhoz képest, hogy milyen állománya van. Most mit mondjak? Nem tudtam a sok tízezer nézővel egyetemben elhagyni a stadiont a 60. perc környékén. Nem mentél az utcára. Ellenben 45 perc után ki tudtam kapcsolni a tévét. Az 5. gólról már csak mesékben hallok. Mondom, tehát ez nem az én csapatom, aki most kint van a pályán. Azonban egy kicsit visszakötnék arra, amit ugye néhány beszélgetéssel műsorral ezelőtt mondtam, hogy Ronaldo nem fogja, lehet, hogy nem fogja megváltani a világot, de az ő egy gólja nagyon sokat érett majd nagyon sok meccsen, és ugye látjuk ezt a bajnokok hiájában is. Most is meglőtte azt az egy gólt. Igaz, hogy lesen kapta a labdát, hogy senki nem vett észre ebbe a szituba, nem is volt érdekes, de úgy megjátszott, és úgy kilőtte, a legnagyobbak tudják ezt, és nem 38 évesek. Teljesen mire. Ezt azért visszanéztem, mert érdekelt, hogy les volt-e a szitu. Mert akkor másnap visszanéztem azért lényeges momentumokat természetesen. De most is megvolt az egy plusz gól, viszont ha nincs mögötte csapat, ha nem tudunk csapatként játszani, akkor teljesen mindegy. Tehát itt most Tomira csatolok vissza, hogy a védősor az botrány. Tehát az, hogy Harry Maguire most jó vagy nem jó, tehát benne nincs meg ez a United way, vagy hogy mondjam ezt, nincs meg ez a szív. Tehát neki odaadták a csapatkapitányi karszalagot, ami nem volt egy rossz döntés, mert ki másnak adták volna, de szerintem ez a te is egyetértesz, hogy nincs, aki alkalmasabb lett volna nála, de úgy adták oda neki, hogy itt van ez a gyerek, tök jó, majd akkor adjuk neki oda, mert ő olyan értelmesen, meg összefogja a csapatot. Igen, a csapatot, csak nem a United-et, mert ő benne amikor megkapta a csapatkapitányi karszalagot, akkor még nem volt meg a United szív, szerintem. Nem tudom, hogy ha már visszanézted, vagy a kulcspillanatok összefoglalójában mi került bele. Én azt olvastam egyébként, és ez egyébként nagyon jó téma mindig, amikor például magas elvárások alatt játszó, de eredménytelen csapatról beszélünk, hogy a frusztráció egy idő után kiütközik. A Unitednak tegnap nem nagyon volt játékos, aki nem kapott sárgalapot a végére, Pogba kifejezetten nagyon rúgta az ellenfelét azok után, hogy beküldték. Tehát olyan szinten nem tudta ez a csapat elviselni a vereséget, ami egy dolog, hogy az ősi rivális a saját pályán lealáz minket, és közül nincs a meccshez, de szerintem ebben a frusztrációban is az van benne, hogy érzik, hogy nem tudják kihozni magukból a képességeiknek a felülő játékot, és ez edző kérdés. Az edző kérdés, és nagyon jó, hogy Szulcsiá szerintem egy támadóból, egy csatárból lett edző, viszont azt nagyon érdekes volt megfigyelni, hogy nagyon sok játékosnak volt helyzete a mérkőzés első felében, tehát volt egy 3-4 helyzetünk, amiből gól is lehetett volna, ha nem lőjük 5-10 méterrel kapu mellé, kapu fölé a helyzeteket, és Szulcsiár, ezt láttam olyan dokumentumfilmeket, vagy bejegyzéseket, vagy olvastam róla, hogy nagyon-nagyon elmagyarázta és próbálta tuszkolni, vagy megtanítani a játékosoknak, hogy lőjék a labdát. Ha visszanézzük Szulcsiárnak a góljait, ugye vannak gólösszefoglalók, ő ezt tudta, hogy hogy kell úgy meglőni, hogy ne fölé menjen, hanem legalább kapura, de ezt a mentalitást meg lehet tanítani nekik, és nem hiszem, hogy én Bruno-nak vagy Ronaldo-nak tanítani kell, hogy lője a gólt, de az nagyon észrevehető volt.
hogy az összes játékos annyira túlizgulta a helyzeteket, amikor majdnem ajtóablak szintűek voltak, hogy a kaput nem találták el. Csernust és ez tényleg mentális dolog. Én nem hiszem, hogy ekkora csapatoknál csak egy darab pszichológus foglalkozva, vagy mentálhigiéniás szakember az ilyesmivel. Biztos, hogy megvannak el a megfelelő szakemberek. Ronaldo önbizalmával szerintem semmi probléma nincs. Az önbizalommal semmi probléma nincs. Hát most nem lejtett el azt a táncát, hanem csak agyorúgtál és az ellenfelé haddást túl. De egyébként rácsatlakozom arra, amit a Szilárd mondott, néztem a fél időben ránéztem az applikáción, hogy egyébként tényleg nem fociztak le, 48-52 volt a labdabirtóklás. Meg volt a helyzeten, csak öt, a kihasználtak, ki nem. Öt kaput eltaláló lövésünk volt nekünk, nekik hét, csak nekik bemen, hát nekünk nem. Nem mindegy, hogy egy csapat duzzad az önbizalomtól, persze. És megnyeri a rangadóit, meg a kulcsmomentumokban ő talál be, vagy nem. A nagy kérdés itt is az, hogy én azt gondolom, hogy tényleg itt egy edzőváltás változtatná meg a dolgokat. De tetted fel a kérdést, egy fél órával ezt, amikor fönn beszélgettünk a szerkesztésben, hogy ki fogja kirúgni Solskjaert, ugye, Woodwardnak percei vannak, és fél éve tudjuk, hogy nem lesz más sportigazgató, hogy meghozza azt a döntést, hogy kirúgja Solskjaert, és idehozza mondjuk Contét vagy Zidánt, akit lehet hallani, hogy azt mondja, hogy figyelj gyerekek, ezt már oldja meg az utódom, az küzdjön vele ő. Kicsit még összecsatolva, azt mindenki látta, és egy nyilatkozatból kiderült, hogy a szakértők láthatták, illetve látták azt, hogy mik lesznek itt a rangadókon, mert ugye Scholes nyilatkozta nemrégen, hogy oké, hogy most nyeregetünk itt a BL-be, meg megfordítjuk a meccseket, de egy komolyabb csapat majd lealáz minket, tessék. Laci, te vagy a világfutball legglobálisabb szakértője közülünk. Te hogy látod, hogy egyébként ilyen szintű kluboknál, mert tényleg tudjuk, hogy van, ahol egy emberrel azonosítanak minden döntést. Egy Abramovicsról nem hiszed el, hogy nem személyesen rúgja ki az edzőt. Más kluboknál is. A Manchester Citynél ugye a Baszk, most nem jut eszembe hirtelen a neve, aki volt Barcelona játékos, vagy katalán a játékos igazgató. Begirisztán. Tehát ott is tudod, hogy ki a felelőse annak, hogy milyen változás történik. A United, mintha egy állatorvosi ló lenne olyan tekintetben, hogy mintha senki se hova sem erre, és a játékosok is ennek megfelelően aztán ezer felé. Olvastam egy kritikát, hogy a Glazer család különösebben nem érdekelt, nyilván szeretnének jobb focit, de még mindig nyereséges a klub, rengeteg hitelük van, de működik a rendszer. Ebben a részvények, részvények árfolyam egy ilyen zakó után azért némiképp valószínűleg esik. Az biztos, hogy annak idején Szalai Ádám mondta azt, Tuchelre utalva, hogy a Bundesligában is voltak olyan edzők, akik gyengébb keretből is kihozták azt a pluszt, és a Chelsea-nél láttuk, a BL döntő előtt itt adásban mondtam, hogy az lehet a plusz, hogy a Tuchel biztos tud annyit a szakmáról, mint Guardiola, és ő még nem nyerte azt meg, amit Guardiola már többször, ugyan nem a Cityvel, és nagyon szervezett volt. Ott a szervezettséggel és a végtelen egységgel tudtak nyerni, és Manchester Unitednél a Solskjaer nem volt észszerűtlen megoldás akkor, de rendszer szintű hibákat érzékelek, hiszen a Ferguson óta tulajdonképpen igazán nem is volt senki sikeres. Van Gaal nyert ligakupát, Mourinhóra nyert ligakupát, de nem maradtak sokáig az edzők, és nem tudták azt a pluszt hozni. Ott Ferguson körül fölállt az egész klub, és egy személyi döntés volt, nagyon jó az életrajzi könyve, amiben leírja azt a szisztémát, hogy kell egy ilyen nagy klubot felépíteni. Solskjaer BL döntőt nyert a góljával, Sheringemmel megverték azt a Bayern-t, amit az a Manchester nem verhetett volna meg. És a folytatásban is jött egy norvég klubtól, ami a manchesteri szinten nagyon kis klub, Norvégiában egy nagyobb klub, és ott egyértelműen sikeres volt. Nem is volt indokolatlan a szerződtetése. Az más kérdés, ami elhangzott magyar edzők kapcsán is, hogy alig, hanem ez a kabát Manchester szinten rá még nagy. Na jó, hát meglátjuk minden esetre a mai... Lehet, hogy mire adásba kerülünk. Igen. Egyrészt, hogy lehet, hogy lesz változás, hiszen most ugye hétfő délelőtt, délkörül rögzítjük ezt az adást, másrészt pedig a legközelebbi adásunkig majd kiderül, mert ma átvettünk azért néhány csapatot és edzőt, akiknek a helyébe pillanatilag talán nem lennénk a bankszámla egyenlegét tekintve leszámítva. És hát nyilván nem mi vagyunk az egyetlenek, akik elgondolkodnak erről, nálunk sokkal illetékesebbek is megteszik, úgyhogy majd meglátjuk, lesz a következmény, meg az, hogy legközelebb esetleg sikeresebb hétvégéről számolhatunk ebbe, bár hozzáteszem, hogy most igazságtalanok voltunk, mert a hokisokról, akik megint hoztak 4 pontot két meccsen, és a női kézisekről, akik nyertek, nem beszéltünk, úgyhogy majd legközelebb rájuk is több idő jut. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a mai kezdőkörben, és köszönöm a figyelmet is, viszontlátásra.
Let's start.